Azt nem értem. Nem kell öregnek és hülyének lenni, egy nyeszletnek bőven elég. De most, hogy itt volt, olyan szép ember. Milyen vagy, meg kérhetnél volna autogramot. Jól áll neki ez a turkálóból előszedett vadászöltönye. Kicsi huszár. Kicsi huszár. Várjál, hova találod? Párizs. Párizs. Világos. Lafayette áruház. Hogyne. Mondj egy másik sört, ne sem mondó. Lafontaine, mondd neked ott. Nagy dolog, a Lafayette áruház előtt 5 franki árulják ezeket a zöldségreszelőket is, meg lehet kapni 3 franki esernyőt a Lafayette áruház előtt. Először is nem járok gyalog a Lafayette áruház. Na persze, rászáll a Lafayette-re egy helikopter, és téged leeresztenek, mint egy kommandóst ebbe a hülye ruhádba. Hagyjál már békét. Van vízipisztolya, minden. Na, hagyjuk. Érdemi hozzászólás, persze. Tessék, ki volt Lafayette? Mondd el neki. Na, kicsi huszár, ki volt Lafayette? Ki volt? Egy szegedi nyugdíjasnak az a mániája, hogy a szomszédságában lévő repülőtérre leszálló gépek pilótáinak a szemébe világít. Nappal tükörrel, éjjel pedig egy 2000 wattos reflektorral. Most jön a neve! Savanya Ferencet. Az öreg betyár! Savanya az öreg betyár! Savanya sem beléd. Savanya Ferencet ugyanis zavarja, hogy a feje felett dübörögnek el a repülőgépek. Baleset még nem történt, azonban a pilótákat is rettentően zavarja a gonoszkodó kis nyugdíjas. Na de hát ez egy pozitív fiat, az Ivás Központ már gyártja a plakátokat, hogy nálunk a nyugdíjasok 2000-es izzóval világ. Egyszer esküszöm, erről a névről Savanya Ferenc jut eszembe, én találkoztam egy Savanya Ferencről, és kézzétek, lekéstem egy előadást amiatt, mert egyszerűen megbolondultam attól, hogy nem jövök rá, hogy mit mond a Pali. Tehát bementem a Szabó Ervin könyvtárba. Kérték egy deci jókait. Udvarias ember vagyok, és van. Tiszteltem, jó napot kívánok, azt mondja a Pali. Így megbökösre a... Nézd, hogy válaszolja. Elmondom, nem vagyok jó paszba, mondom. Mondom, hát... És te honnan tudtad, hogy hol vagy? De csesze, ilyen meghalt. Honnan tudtad, hogy hol vagy? Mit? Nem. Tudod te, hogy milyen egy könyvtár belülről? Lehetett az... Ez egy állat, hát tényleg. És nem akarom tényleg hozzá, de egy hihetetlen volt, és annyira fölidegesítettem magam ezen a tényen, hogy egy kurva szót nem értek. Mondom, legalább egy A betűt mondjuk. Mondom, olyan, küldje ide az asszonyt, vagy valaki fordítsa rá, hogy... És az volt a hihetetlen, hogy 5 méterre arrébb ült egy Pali, és azt mondja, kérdezi, hogy hova mennek. Így tudta, hogy mi Tolmács volt. Lehet, hogy... Szinkron. Ő fognak jelenteni, mert kigunyoltod a népegyszerű gyermekeit. Így beszélni nem lehet, mert ez már... Tényleg? Azt hallottad, hogy renoválják a Szabó Ervin könyvtárat. De pincér sincs, semmi. Na, mi a